Vasárnap délután a Siófokot fogadtuk a KNTH női kézilabda ligában. A nagyiramú találkozót kiválóan kezdtük, a 7. percben már 4-0-ra vezetett a Katarina Kripes lezakot nélkülöző csapatunk. Készültünk rá, hogy most meg kell oldanunk azt a posztot. Ugye a Kripi azért elég sok gólt lő meccsenként, nem engedhettük azt, hogy most hiányozzon. Szerintem úgy elosztottuk a Kripinek a terhét a csapaton, úgyhogy így szerintem mindenki hozzá tudott rakni. Az első félidő közepére utolért minket a Siófok, ám az Érd Arénába kilátogató 1500 szurkolónk legnagyobb örömére a játékrész hajrájában nem kaptunk gólt, így a szünetben 17-13-ra vezettünk. A második félidőben sikerült feljönni a Siófoknak, ott egy kicsit elengedtük őket, amit szerintem nem szabadott volna, amikor meg lehetett volna törni őket, akkor hagytuk feljönni, viszont utána sikerült visszajönnünk, és ez szerintem egy nagyon nagy csapatmunka volt. Az egy héten belül harmadik mérkőzésüket játszó lányaink a térfélcsere után is komoly energiatartalékokat mozgósítottak a sikerért, ám az 50. percig nem nőtt két gólosnál nagyobbra a különbség. Utána viszont eldöntöttük a két pont sorsát. Szinyát élőbbeli Klivinyihez, újabb Klivinyi gól! Lehet, hogy itt dölt el a meccs, Klivinyi 11-nél jár. És Grigyev, aki védi Krissukkal szemben a hetest, ahogy azt már a múltban is megszokhatták az érdi szurkolók. Az Érd pedig 36-29-re győzi le a Siófok KC gárdáját. A Svetés és a Zselés fogott egy-egy hetest a döntőidőszakban, és azt gondolom, hogy a Kinga szintén döntőidőszakokban nagyon fontos labdákat fogott, ami átlendítette a csapatot a esetenkénti holdpontokon. Nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy nyertünk, hiszen végig igazi csapatként játszottunk. It's a great victory. Nem két vagy három nap vagy egy nap pihenőnk lesz, hanem több jobban be tudjuk osztani az erőnket. Bár a válogatottakkal négy játékosunk elmegy hétfő kedden, úgyhogy most egyeztetjük azt, hogyan fognak ők edzeni. Pénteken a nagyon jó erőből álló Székesfehérvárt fogadjuk. Az Albafehérvár KC-val pénteken 19 órától csapunk össze az Érd Arénában.